Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. Biztosan vannak olyan hölgyek a képernyő előtt, akik jól tudják, ha fáj a lábuk, akkor mindenük fáj. Így volt ezzel Glenda Jones is. Annyira, hogy végül már csak lábujjhegyen tudott járkálni a lakásban. Egy reggel azonban a fájdalom eltűnt, még mielőtt kilépett volna az ágyból. Nagyon kínzó volt a fájdalom. Egész nap a lefekvésig gyötört. Legtöbbször reggel csak lábujjhegyen tudtam járni, annyira fájt a sarka. Lábujjhegyen egyensúlyozva mászkáltam a házban. Előtte sose fájt. Fogalmam sem volt, hogy hogyan lehetne enyhíteni. Minden reggel néztem a 700-as klubadását, és azon a bizonyos reggelen is még ágyban voltam, éppen imádkoztam. Pat is imádkozott az adásban. Valakinek csontkinövése van, ami nagyon fájdalmas. Jézus nevében most szólunk azoknak a csontoknak, hogy legyenek teljesen egészségesek. A Jézus nevében, mostantól legyen teljesen egészséges. Felkiáltottam, Uram, ez én vagyok. A lábam már annyira sajog. Atyám, ha lehet, kérlek, gyógyítsd meg a lábamat. Előre hajoltam, és rátettem a kezem. Aztán felkeltem és átsétáltam a fürdőszobába. Közben pedig rájöttem, hogy eltűnt a fájdalom. Nem fáj! Nem fáj! Dicsőség Istennek, mert meggyógyultam. Most már reggel csak úgy kipattanok az ágyból. Nem kell mindenhol lábujjhegyen mászkálnom. No, és persze megy a biciklizés is. Már mindent ugyanúgy tudok csinálni, mint mielőtt elkezdett fájni a lábam. Minden nap nagyon hálás vagyok, és nem veszem természetesnek a gyógyulásomat. Minden reggel, amikor a lábam a padlót éri, hálát adok Istennek. Köszönöm, Atyám, hogy tudok járni. Köszönöm. Amen. Isten csodálatos. Ő gondoskodik rólunk, a nagy dolgokban és a kis dolgokban is figyel ránk. Szereti megadni a szívünk kéréseit. Ha ön is szeretne teljesen meggyógyulni, itt az idő. A csontkinövés nagyon fájdalmas, szörnyű kínokkal jár. Valóban igen nehéz helyzetbe került. Tényleg? Szörnyű. Isten azonban meggyógyította. Ez csodálatos.